Jó reggelt, anya. Mi a baj? El kell mennem egy időre. Azt mondták, vigyek el egy férfit egy szállodába. Azt mondták, az illető az állam ellensége. Vedd le a ruhádat. És cserébe anyám megkapja a szükséges orvosi ellátást. Ehelyett elvágták a férfi torkát. Nem maradhattak tanúk. Így hát választás elé állítottak. Vagy meghalok, vagy veréb leszek. A mai naptól fogva mindnyájan verebek lesznek. Fegyverek a hatalomért hívott globális küzdelemben. Kiképezzük magukat a pszichológiai manipulációra. El kell sajátítaniuk, hogyan lépjenek túl minden határon. Vegyék le a ruhájukat. Mire végzünk, a jelenlegi személyiségük megszűnik létezni. Minden ember a szükségleteinek kirakójátéka. Maguk lesznek a hiányzó darab, és ők mindenbe beavatják magukat. Van egy rendkívüli adottsága. Tudja, hogy kell túlélni. Ez az, amit elvárnak magától. Márciusban a mozikban. Van egy áruló a kormányban. Az utolsó ismert kapcsolata egy amerikai. Kerüljön közel hozzá. Nem magát láttam tegnap az úszodában. Akkor most barátok leszünk. Ezt akarja. A megtévesztés játszmájában. A lány egy veréb. Csak amiatt vagy fontos, amit meg tudsz tenni nekik. Dolgozz velem is, állj bosszút rajtuk. A lány mester lesz. Maga jobb ebben bárki másnál. Csak az a gond, hogy lelke van. Egyetlen szavát sem hihetjük el. Van valami más is, amit nem veszünk észre. Ha leleplezik, azonnal meg fogják ölni. Mit tettél? Az övék vagy. Sosem fognak elengedni. Megoldom. Vörös veréb. Márciusban bemutatja a Fórum Hungary.